A három változásról. A szellem három színe változását mondom néktek. Hogyan válik a szellem tevévé, oroszlánná a teve, és végezetre gyermekké az oroszlán. Sok nehéz dolog rendeltetett a szellemnek. Az erős teherbíró szellemnek, amelyben tisztelet lakozik. A nehezet és legnehezebb betáhítja ereje. Mi nehéz? kérdezi a teherbíró szellem s letérdel. Hasonlatosan a tevéhez és szereti, ha jól telerakják. Mi a legnehezebb ti hősök? Kérdezi a teherbíró szellem. Had vegyem magamra, hadd örvendeztessem erőmet. Nem de nem eze. Önmagunkat megaláznunk, hogy dőjfösségünkön se betüssünk. Balgaságunkat kitüntetnünk, hogy bölcsességünkből gúnytűzzünk. Vagy talán ez. Dolgunktól megválnunk mikoron diadalt ül. Magas hegyre hágnunk. Hogy a kísértőt kísértet vigyük. A vagy talán ez. A megismerés makján és füvén élnünk és az igazság kedvéért lelkünket éheztetnünk. A vagy talán ez. Betegeknek lennünk. Hazaküldenünk a vigasztalókat és barátságot kötnünk a süketekkel, akik sohasem hallják mit akarsz. Avagy talán ez. Szennyes vízbe mennünk, ha az az igazság vize. És hideg békákat és meleg varangyosokat megtűrnünk magunk mellett. Avagy talán ez. Szeretnünk azokat, akik megvetnek bennünket, és kezet nyújtanunk a kísértetnek, ha meg akar borzongatni. Mindezeket a nehézségeket magára veszi a teherbíró szellem. Valamiképpen a teve, amely telerakva a sivatagba siet, azonképpen siet ő is tulajdon sivatagába. Ám de a legmagánosabb pusztában másodszor változik a színe. Oroszlánnál lesz itt a szellem. Szabadságot akar zsákmányul ejteni és úrrá lenni tulajdon sivatagában. Utolsó úrát keresi itt. Ellensége akar lenni utolsó istenének, diadalért akar küzdeni a nagy sárkányjal. Melyik a nagy sárkány, akit a szellem nem akar többé urának és istenének hívni? Neked kell. Így hívják a nagy sárkányt. Ám de az oroszlán szelleme azt mondja. Én akarok. Neked kell. Ez áll útjában aranyragyogással. Pikkelyes állatképen és minden pikkelyen aranybetűkkel ragyog. Neked kell. Ezer éves értékek ragyognak ezeken a pikkelyeken és imígyen szól a minden sárkányok leghatalmasabbja. A dolgok minden értéke, ez ragyog rajtam. Minden érték meglőm már teremtve és minden megteremtett érték, ez vagyok én. Valóban, ne legyen már több én akarok. Imígyen szól a sárkány, én véreim, mi szükség van, hogy oroszlán légyen a szellemben. Avagy nem elég a megterhelhető állat, amely lemond és tisztel. Új értékeket teremteni, ezt még az oroszlán sem bírja. Ám de szabadságot teremteni magának új teremtésre, ezt bírja az oroszlán ereje. Szabadságot teremteni magának és szent nemet mondani még a kötelességgel szemben is. Erre kell ló én véreim, az oroszlán. Jogot venni magának új értékek számára, ez a legborzasztóbb vétel a teherbíró és tisztelő szellemnek. Bizony rablás az néki és ragadozó állat dolga. Legszentebbjeként szereté egykoron a maga kelljét. Íme, őrületet és önként kell találnia még a legszentebben is, hogy szabadságot raboljon szeretetéből. Oroszlán kell ahhoz a rabláshoz. De mondjátok én véreim, mit bír még többet a gyermek, amit még az oroszlán sem bírt. Minek kell, hogy a ragadozó oroszlán még gyermekké is légyen. Ártatlanság a gyermek és felejtés. Újrakezdés, játék, magából kigördülő kerék, első mozgás, szentigent mondás. Valóban én véreim, a teremtés játékára kell a Szent Igent mondás. Íme tulajdon akaratát akarja a szellem. Tulajdon világát nyeri magának a világját vesztett. A szellem három színe változását mondám néktek. Hogyan lesz a szellem tevévé, és oroszlánná a teve, és az oroszlán végezetre gyermekké. Imígyen szól az aratusztra és akkoron a városban mulatott, amely tarkatehénnek neveztetik vala.